És ahogy mondtuk, első vendégünk Brenner Koloman, az a Jobbik országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok, és Hajnal Miklós, Momentum szóvivője. Jó reggelt kívánok. Uraim, először is azt szeretnénk önöktől megkérdezni, hogy van-e érintettség Olaszország tekintetében, hát mert ott ugye most egészen elképesztő állapotok vannak, uralkodnak. Nekem szerencsére nincsen. Bízom abban, hogy minél kevesebbeknek van. Képviselő nekem úr? Sincs, hála Istennek. Egyébként ezt nem mondtuk a nézőknek, bocsánat, hogy mi megpróbálunk most az adás folyamán, most rögtön az elején Olaszországba kapcsolni, hát most nem annyira egyszerű, ez nyilván ott is korán van még, de amint lehet, akkor kapcsolunk, és akkor mondjuk a legfrissebbeket. Meg hát ugye most mondhatnánk azt némi áthallással, hogy persze mindannyiunknak van közünk Olaszországhoz, meg az ottani helyzethez, mert ugye sok-sok honfitársunk ugye kint van. És hogyha most a római magyar nagykövetségnek ugye a közleményét az ember olvassa, akik ugye azt mondták, hogy aki teheti, az hagyja el az országot, hát valószínűleg, hogy itt most akkor szerintem mindenki azonnal csomagol, vagy csomagolnia kellene, és indulnia vissza Magyarországra. Hát én abban bízom, hogy legalább arra van kapacitása a magyar egészségügynek, hogy az összes hazaérkezőn el tudják végezni a szükséges teszteket, ugyanis ez jelenleg még nem része a bevett protokollnak, tehát csak azért, mert valaki megérkezik egy ilyen országból, még nem feltétlenül vizsgálják ki. Ugye buzdítják arra az embereket, hogy jelentkezzenek az egészségügyben, de ezt valójában gyakorlatilag azonnal meg kéne tenni mindenkinek, aki most Olaszországban. Ez változhat ma? Ugye tegnap arról volt szó, hogy 24 órán belül változhat ez a protokoll. Szerintem az egy más részét érinti a protokollnak, inkább a házi orvosi ellátást is érinti, meg ugye a magyar oldalt az egészségügynek, de tök jó, hogy a római nagykövetség azt mondja, hogy jöjjenek haza a magyarok, és nem tudnak segíteni az utazásba, de legalább a magyar egészségügy segítsen abba, hogy az ő egészségügy biztosít vegye, illetve hogy ne fertőzzenek meg senkit itthon. Na, mutatjuk a napmondatát, még mielőtt az országgyűlésben, mint a Jobbik országgyűlési képviselője is megszólalna, természetesen majd őt is hallgatjuk. Így van, tehát a bergamói aneszteziológusnak a kiemelt mondata: fogalmatok nincs, mi megy idebent, maradjatok otthon. Hát elég kétségbeesett szavak. Mit tudunk az olasz, észak-olasz egészségügyről egyébként? Mondjuk? Azt tudjuk, hogy az még Olaszországon belül rendkívül fejlett régió és rendkívül fejlett egészségügy, tehát már csak ezért is ez a mondat szerintem nagyon aggasztó, mert valóban ez az a terület, ahol még a legtöbb lélegeztetőgép van, és így tovább, és hát ahogy tegnap az országgyűlésben a Jobbik képviselő is elmondtuk, mi például azért szólítottuk fel Kásler Miklós lemondásra, mert az a véleményünk, hogy alkalmatlan konkrétan a feladata ellátására. Hát aki csak a miniszter úr legutóbbi megszólalásait látta ebben az ügyben, hogy nem nagyon volt fogalma arról, hogy mondjuk milyen világ következik ránk, és mondjuk ebben az összefüggésben látni. Közben az EMI kiadott egy közleményt egyébként, nem a Jobbikra, hanem a DK-ra reagálva, Arató Gergely szavaira. Ők azt mondták, hogy az ellenzék ismét politikai haszonszerzésre használja fel az egész vírust, és hogy igazából együttműködésre lenne szükség, ha Arató Gergely, most idézem őt, vette, vagy az EMI-t, vette volna magának a fáradtságot, és nem csak egyes szenzációhajász médiumokat olvasna, hanem valóban odafigyelne a miniszter, mint Kásler miniszter úr, és más szakemberek nyilatkozataira, akkor tudná, hogy a világon sehol nincs tünetmentes emberek szűrésére alkalmas teszt. Ugye itt a szűrésről volt. Igen, a miniszter úrnak volt egy nagyon szerencsétlen nyilatkozata erről, ami félreérthető volt. A mi véleményünk szerint miniszter úr egyszerűen azért alkalmatlan a feladata ellátására, mert gyakorlatilag bizonytalanságot kelt a magyar lakosságban, holott látnivalóan ez egy nagyon komoly helyzet, ahol mindenkinek a helyzete magaslatán kellene állni, és abszolút nem megnyugtató az, hogy a felelős miniszter, egyébként Kásler miniszter úr nem csak az egészségügy területén alkalmatlan, hanem mondjuk, hogy a saját témámról is beszéljek, az oktatásügyre és a többi kultúraügyére, ha gondolunk, akkor is alkalmatlan a megítélésünk szerint. Tehát azt gondoljuk, hogy ilyenkor egy olyan szakmailag kiváló és az embereket megnyugtató miniszterre lenne szükség. Mindjárt beszélgetni fogunk természetesen ugye a NAT-ról is, de azért még ez a témához kapcsolódóan. Tényleg valószínűleg ez egy jogos kérdés most, amit feltesznek a választópolgárok és feltesznek a politikusok. Pontosan egy héttel ezelőtt volt egy egyeztetés az ellenzéki pártok és a kormány között. Hát kérem szépen, olyan egyetértésben tartott mindenki doorstep-es sajtótájékoztatót azt követően, hogy igen, össze kell fogni, együtt kell most működni ebben a válságos időszakban. Most ezzel szemben tényleg az ember azt látja, hogy megy a sárdobálás. Mi értelme van ennek egy ilyen krízis helyzetben? Én őszintén azt remélem, hogy a szándékok terén azért minden embernek, minden pártnak, minden politikusnak azért valahol a magyar emberek egészsége az első. Ez így hát van. Ebben alakul. Ebben nem lehet nézeteltérés. Így van. De mondjuk, ha azt nézzük, hogy hogy a főváros múlt hét elején elindított egy tájékoztató kampányt arról, hogy milyen higiéniás intézkedésekre van szükség, és azt nézzük, hogy a kormány ezt gyakorlatilag csak azután kezdte el, hogy már megvolt az első koronavírusos beteg, és még mindig nincsenek innen egyébként ezek a plakátok, én legalábbis nem láttam őket, akkor mindenképpen tapasztalható egyfajta felkészületlenség vagy lemaradás. És nem tudom, hogy minek kell történni ahhoz, hogy a kormány eleget lépjen. De azt tegyük hozzá, hogy a tévében már mennek ugye a spotok Györfi Pállal, ez iszonyatosan megy ugye a közösségi médiában is, amit azért most már a legtöbb ember ugye azt használja. Reméljük, hogy nem megkésett az a lépés a kormány részéről. A Momentummal kapcsolatban most egy online petíciót elindítanak önök azért, hogy követeljék a kormányzati kommunikációra szánt források átcsoportosítását, ugye a járványügyi célokra. Ezt egyébként szinte a komplett ellenzék is követeli, csak petíciót nem indítottak. Mennyi pénzről lenne szó? Hát hivatalosan február végén jelent meg az az adat, hogy Rogán Antal minisztérium már a 150 milliárdot különít el a kormány, meg ilyen különböző kommunikációs kiadásokra. Most a napokban az a hírje erre, hogy a koronavírus miatt 8 milliárd forintot különít el szintén a kormány. Tehát ezt a kettő nagyságrendet érdemes összehasonlítani. Egyik oldalon 8 milliárd koronavírusra, másik oldalon 150 milliárd Rogán Antalra. Szerintünk az egyenletnek gyakorlatilag inkább fordítva kéne lennie, ha nem inkább nullának kéne Rogán Antal neve mellett szerepelnie. Jó, mielőtt rátérünk még az ellenzékre, de végül is az ellenzékre vonatkozik a kérdésem. A kormány feladatairól beszélünk mindig nyilván. A kormány, és ők tudnak intézkedni, de az ellenzéknek mi egy ilyen helyzetben a felelőssége és a feladata? Én azt gondolom, hogy mi, ahogy az előbb utalt is rá, az egyeztetéseken részt vettünk, Lukács László egészségügyi szakpolitikusunk nagyon korrekt módon minden egyes alkalommal elmondja, hogy mi támogatunk minden olyan intézkedést, amely valóban a magyar emberek egészségének a védelmére szolgálnak. De azt gondolom, hogy az ellenzéknek az is feladata egyben, hogy a kormányt ellenőrize. Az, amit az előbb említettem, és Kásler miniszter úrra vonatkozott, az erre szolgál, mert nekünk fontos a magyar emberek biztonsága és egészségügye, és ha azt látja az ember, hogy elindult egy kiváló folyamat, egy egyeztetés valóban, amelynek aztán az a végeredménye, hogy itt tényleg gyakorlatilag nincs megfelelő kommunikáció, és nincs megfelelő szakmai előkészítés, nincs megfelelő számú lélegeztetőgép. Utalnék az olaszországi hírekre, ahol az orvosok már eldöntik, hogy melyik betegnek van lélegeztetőgépe, és melyiknek nincs. Azt honnan tudják, hogy itthon nincs? Én az elmúlt két hétben nem számoltam össze, de legalább háromszor-négyszer kérte az ellenzék is, meg egyébként a sajtó is, hogy mondják meg, hogy hány van. Kaptak választ, vagy nem? Nem, erről beszélek. Tehát, hogy amikor nem kapunk választ ilyen létfontosságú kérdésekre, akkor bizony felmerül a vezetők alkalmatlansága. És csak annyira egészítem ki a képviselő urat, hogy sok szempontban nyilván ellenzékről beszélünk, de október 13-a óta az ellenzéki pártok sok önkormányzatban valójában kormányzó szerepet töltenek be, és itt nekünk is van egy felelősségünk. Ez a felelősség nyilvánvalóan korlátoltabb, mint egy állami, hiszen nem rendelkezünk azokkal az egészségügyi kapacitásokkal, nem mi felelünk a fekvőbeteg ellátásért, de például az önkormányzati cégekben ilyenkor életbe lépnek bizonyos protokollok, illetve az önkormányzat tájékoztató felületén is felhívjuk erre a figyelmet. Ez a legtöbb, amit mi tenni tudunk. Igen, és ugye múlt héten még beszéltünk is László Imrével arról, ugye, hogy van ugye az országos operatív törzs, meg ugye van most Budapestnek is egy operatív törzse, és valószínűleg azért minden nap új és új hírek születnek, keletkeznek új feladatokkal, de menjünk tovább. Menjünk tovább, egyébként mindjárt folytatjuk, hogy maradjanak még itt. Az ellenzéknek csak akkor lehet esélye a következő országgyűlési választáson, ha nem a 2010 előtti világot akarja visszahozni. Ez Karácsony Gergely főpolgármester mondta, Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnökre utalva. A DK szerint nem sértőek Karácsony Gergely megjegyzései. Közben Jakab Péter arról beszélt, hogy nem hajlandó egy listán szerepelni Gyurcsány Ferenccel. Az önkritika mellett a közös ellenzéki feladatokról is beszélt hétvégén Karácsony Gergely. Én abban hiszek, hogy olyan típusú politikának van esélye, hogy elhozza azt az utolsó szót, ami a papíromra van írva, a változást, amely nem a 2010 előtti világot akarja visszahozni. A főpolgármester tehát üzen Gyurcsány Ferencnek is, hiszen szóvá tette, hogyan léphetett át a közelmúltban két MSZP-s politikus a DK-ba. Varjú László szerint nem sértő a kijelentés, és inkább arról kell beszélni, hogy csak teljes összefogással győzhető le a Fidesz. Az az ajánlat, ami nem a demokratikus koalíció találmánya, hogy közös listával, közös győzelemmel lehet elérni, hogy legyen közös Magyarország, ezt a lehetőséget igenis ki kell használni. Ezt pedig azt gondolom mindenkinek meg kell érteni, még Jakab Péternek is. Varjú László arra utalt, hogy Jakab Péter a hvg.hu-nak azt mondta, ő az összefogás híve, de nem fog egy listán szerepelni Gyurcsány Ferenccel. Az interjúban egyébként Jakab Péter kitérő választ adott arra, hogy Dobrev Klárát el tudja elképzelni miniszterelnök jelöltnek. Ön el tudja elképzelni Dobrev Klárát miniszterelnök jelöltnek? Egy lista miniszterelnök jelöltjének igen, a Jobbik listájának miniszterelnök jelöltjeként nem. Én azt gondolom, hogy a Jobbik, mint Nemzeti Néppárt ebben az ellenzéki együttműködésben nagyon fontos feladatot tud ellátni akkor, hogyha több százezer olyan embert és ellenzéki érzületű magyar választópolgárt meg tudunk szólítani, aki soha életében nem szavazna olyan listára, amin Gyurcsány Ferenc szerepel. Jakab Péter elnök úrunk ezt fejezte ki, nekünk az a célunk, hogy ez a több százezer szavazó igenis tudjon szavazni az ellenzéki együttműködésre, csak éppen nem egy közös listára, ugyanakkor a 106 egyéniben mindenképp egy az egybe kell kiállni, és ebben a választási rendszerben, még ha Fidesz meg is változtatja, például kiveszi belőle a győztes kompenzációt, aki 60-65 egyéni mandátumot nyer, az gyakorlatilag szinte kétharmaddal tud kormányozni utána, tehát egy ellenzéki kormányzásnak a szakmai alapjait oktatásban, hogy megint a témára, egészségügyben meg kell teremteni, és akkor nem az a kérdés, hogy hány a lista, hanem hogy hogyan tudunk közösen kormányozni, és a Jobbiknak, mint Nemzeti Néppárnak egy polgári, konzervatív szavazót is meg kell tudnia szólítani, és ez szükséges minimum két lista. És ön szerint, amikor egy jobbikos országgyűlési képviselő erről beszél, akkor mennyire veszik komolyan? Most ne haragudjon, hogy így kérdezem, mondjuk a választópolgárok egy olyan helyzetben, amikor a Jobbik érzékelhető és látható módon erőteljesen olvadni kezdett. Én más látok a számokban, szerkesztő. Mit lát? Én azt látom a számokban, hogy 3-4. Duzzad a párt, hogy egyre többen lépnek a pártba be és csatlakoznak? Én azt látom, hogy mennek tagok és csatlakoznak tagok, és a számok nyelve pedig egyértelmű. A Jobbik 3-4 hónapja mind az Ávecben, mind a Meriádban fokozatosan erősödik. Jelezném a legutóbbi Medián közvénykutatásban, ahol gyakorlatilag a Medián volt mindig a legközelebb a választási eredményhez az elmúlt 3 évben. A Jobbik 11%-on áll, a DK 13%-on, a Momentum 7%-on. Tehát azt gondolom, hogy nem az ellenzéki tortát kell újra szeretelni, és a Jobbiknak ez a feladata, és szerintem a számok, és van egy új dinamikus elnökünk, Jakab Péter, ezt az erősödést, és ezeknek a százezreknek a megszólítását fogja szolgálni. Csak kifutunk az időből, helyben egy jelölt, és egyébként több lista, és akkor akár több miniszterelnök jelölt is, mert akkor az óhatatlan. Semmi sincs kizárva. Ugyanez a kérdés Hajnal Miklóshoz, és el tudja képzelni Dobrev Klárát miniszterelnök jelöltnek? Azt gondolom, hogy nagyon előre rohantunk ezzel a kérdéssel, még van 2 év a választásokig. Egy biztos... Nem mi rohanunk, az ellenzéki pártok rohannak. Tehát hétről hétre elmondja itt minden ellenzéki politikus. Bizonyos ellenzéki pártok rohannak. A Momentum részéről azt tudom garantálni minden választónak, hogy mi is elkötelezettünk vagyunk amellett, hogy egy választókerületben egy ellenzéki jelölt méretesse meg magát. Azt gondoljuk, hogy valahol ez a kormányváltás kulcsa. Ugyanakkor mi a következő lépésnek azt látjuk, hogy a programra, illetve a vízióra kéne fókuszálni, hogy az ellenzéki pártok között létrejöjjön egyfajta egységes jövőkép arról, hogy milyen Magyarországot képzelünk el, és aztán, hogy ki fogja úgymond csatába vinni ezt a csapatot, az egy ezutáni kérdés, és nyilvánvalóan olyan ember kell, aki azt a programot a legjobban tudja képviselni. De akkor hadd tegyük fel mindkettőjük számára azt a kérdést, ha nem Dobrev Klára, mert ő nem elfogadható mondjuk az önök számára sem, akkor ki? Hát szerintem mind a pártok vezetői közül kikerülhetnek ilyen jelöltek, mind egyébként a civilek közül. Ugye felmerült például az, hogy akár miniszterelnök jelöltek terén is lehetne előválasztás. Azt akartam kérdezni, hogyha Dobrev Klára megnyeri, mondjuk tegyük fel azt az előválasztást, mert egyébként szeretne több ellenzéki párt miniszterelnök jelölti előválasztást is, akkor beállnak-e mögé? Gyakorlatilag ugye mi preferálnánk egy nem párthoz kötődő, de mindenki által elismert olyan közös miniszterelnök sosem jelöltet. Működött eddig. És én továbbra is visszatérnék ahhoz, hogyha mondjuk 2 miniszterelnök jelölt van, az például egy járható út az én véleményem szerint, hogyha azt mondja az ember, hogy van egy miniszterelnök és van egy miniszterelnök helyettes később, és amelyik lista több szavazatot kap, de én is azt gondolom, mint momentumos kollégám, hogy még nagyon korai erről beszélni. Nekünk az a fontos, hogy most 106 kiváló, helyben beágyazott, és olyan jelöltet találjunk, aki megveri a Fideszest, és legyen egy közös olyan szakpolitikai vita, amelynek kapcsán mi egy későbbi koalíciós kormánynak az alapjait le tudjuk tenni, és az egész későbbi listáról szóló diskurzus az jelenleg árt az ellenzéknek megítélésünk szerint. No, hát a NAT-ról sajnos nem tudtunk beszélni, és egy csomó másról nem tudtunk beszélni, mert sajnos a vírus felülírja a mi témáinkat is, meg a műsort is. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen a lehetőséget.